Lerdül a szoknya és népzenétől hangos a Móra Ferenc általános iskola környéke Örökösföldön. 20 éves múltja van a garabonciás regionális gyermek szóló néptánc találkozónak, melyre idén is szép számban érkeztek összesen 8 intézményből a néptánc kedvelő fiatalok. Fabó Bettina elmondta, kicsiktől a nagyokig mindenkinek alkalma nyílik megmutatkozni, kötelező és szabadon választott táncokban is. A gyerekeknek 2 táncot kell bemutatni a mai nap folyamán. Van egy kötelező tánc, ahol Rába köz tánc hagyományaiból fognak megmutatkozni, illetve van egy szabadon választott táncuk, amit mindenki magának választ ki kedve szerint, és ez a 2 tánc alapján fogják majd értékelni őket. A zsűri pántlikás és bokrétás díjakat, valamint külön díjat fog nekik kiosztani. A zsűri pontozással értékeli a produkciókat. A színpadi megjelenés és a különféle táncok ismeretén túl a produkciók egyéni mi volta és előadásmódja is sokat számít a látottak értékelésénél, fejtette ki Herz Vilmos, a Debreceni Népi Együttes művészeti vezetője. Én zsűritagként vagyok jelen, és azok a szempontokat, amit néptáncpedagógusoknak is általában el szoktunk mondani, nagyon fontos a színpadi megjelenés, a viseletnek a viselése és a színpadon való hordása. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az adott táncanyagot azt anyanyelvi szinten ismerjék és tudják, és ezt vissza is tudják adni a közönségnek. Nyilván itt az előadás módban ugye nagyon nagy különbségek szoktak lenni, mert van olyan gyermek már, aki tényleg színpadra termett és szólista, és olyan attitűdöket mutat, ami szenzációs, tehát már felnőtteket megszégyenítő tudással rendelkeznek, és ezeket próbáljuk majd egybegyűrni a pontozás során, és a legmaximálisabb pontokat adni, akinek csak tehetjük. A diákok minden évben nagy erőbedobással vesznek részt a nekik kínált programokon, melyekből idén sincs hiány. Ezen a 6 napon 8 versenyt hirdettünk, mindenféle területen. Hétfőn volt labdarúgás, ahol a sporttehetségek mutatták meg magukat. Kedden az idegen nyelvi tehetségek, az angol nyelvi versenyen, a logikai tehetségek a sakkbajnokságon. Szerdán rajzverseny volt, csütörtökön volt a Cinege király természetismereti verseny, ugye tegnap, és hát ma van igen a legnyüzsgőbb napunk, a regionális néptánc találkozó. Talán a 8 verseny közül területileg ez a legnagyobb, hiszen, mint a nevében is benne van, nem csak városunkból, megyénkből, hanem a régióból érkeznek ide táncegyüttesek. A lányok és fiúk gyönyörű viseleteket vonultatnak fel nem kevesebb, mint 128 produkcióban. A néptáncosok talpalávalóját kiváló muzsikusok szolgáltatják a Szikes zenekar közreműködésével.